Egy friss felmérés szerint 457 üres állás van a védőnői szolgálatban Magyarországon, a helyettesítésekkel pedig még nagyobb a dolgozók leterheltsége. Mivel Szeged képzési központ a városban, nincs hiány védőnőkből, de a fizetéseket csak alkalomszerűen emelik olyankor, amikor már nagy az ugolódás. Ezek a juttatások ráadásul mozgóbérek, ezért a munkaadók sokféleképpen értelmezik a béremelés mértékét. Ez a bérkiegészítés, ez 2013 óta 4 ízben emelték, de úgy, hogy végül is a szolgáltatónak, a munkáltatónak járó finanszírozást emelték meg, és abból bonyolult módszerekkel történik a kiszámolása. És hát ezt vagy a munkáltatók nem is biztos, hogy átlátják ezt a számolási módokat, másrészt meg nem egységes. Füriné szerint a megoldás a szakdolgozói bértábla bevezetése lenne, amely egyértelműen jelezné, kinek mennyi fizetést jár a szakmában eltöltött évek alapján. A védőnökkel szoros kapcsolatban lévő gyerekorvosok is jól látják a problémát, ám nem csak az alacsony bérekre hívják fel a figyelmet, hanem arra is, hogy a leterheltség is látványosan nőtt az utóbbi hónapokban. Október vége óta gyakrabban kell és kötelező módon életkori szűrővizsgálatokat csinálnunk, és nekik is csinálniuk. Ez nem annyira probléma, ha megfelelő informatikai háttér biztosított erre a célra, viszont én úgy tudom, hogy itt nekik most Szegeden, de valószínűleg országszerte is papír alapon kell ezt a dokumentációt csinálni. Ezért az érdemi szakmai munkára alig marad idő, bár a novemberben bevezetett védőnői kiegészítő pótlék bruttó 27 ezer forinttal növelte a béreket, a szakma továbbra is munkaerőhiányjal küszködik. Információink szerint a kormány és a szakszervezet jelenleg is egyeztet a további béremelések lehetőségéről.